Hát tudjátok, hogy a Jézus Krisztus korában 12 év fölöttiek már felnőttek számítottak. Ezért valamikor ugye Szűzanya megkérdezi, hogy atyád és én aggódva kerestünk, hát miért tetted ezt velünk? És Jézus megkérdezi, miért kerestetek? Én nekem atyám dolgaiba kellett legyek. Tehát nagyon izgalmas, érdekes, hogy ez a gyermekkor, hát ugye most lassan 18 éves korig kitágult, de valóság az, hogy az egyházban, ugye amikor valakit elsározáshoz engednek, az azt jelenti, hogy ő már tudja, mi a jó, mi a rossz, és hát 13-14 évesen, hát úgy már az egyház engedi, hogy lelki életet éljen felnőttként. Na de nagy kérdés bennem az, hogy ugye ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy hát akkor ne engedjétek hozzám a gyerekeket, mert az övék a jövő, meg milyen fontosak. Nem. Példaképül állít egy gyereket elénk Jézus Krisztus. Tudjátok, második János Pál pápa a szegényeket egyház doktorá avatta. Vajon a gyerekeket lehetne így Jézus szavai szerint példaképnek tekinteni? Hát én ugye elgondolkoztam, hogy milyen gyerek is lehetett ez a fiúcska. Ugye, vagy kislány, nem tudjuk pontosan. Én a 30 év alatt a gyerekekben, hogy mit szerettem, sok mindent mondhatnék, de három dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Tehát azt, hogy bármi is történt, vagy történik, ti ragaszkodtok, szeretitek a vérszerinti szülőket. Nagyon sokszor láttam, hogy hát volt olyan gyerek, akiket sokszor nem látogattak meg, és mégis nagyon-nagyon ragaszkodtak hozzá. Itt végzett nálunk két fiú, hát az állam kórházból kerültek be hozzánk, és nagyon kedvesek voltak, és hát nem erős látogatta őket az anyukájuk, Cipruson élt, aztán ugye 11-esek voltak, amikor híre jött, hogy meghalt az anyuka. És hát ugye ezek a fiúk mindent megtettek, hogy az anyukájuk hanvát hazahozzák. Egész nyáron dolgoztak, pénzt kerestek, és kerestek egy kőműves, hogy csinálja meg az anyukájuk síremlékét. Igen, nagyon meghatott. És szépen rendbe rakták, és akkor azt elhívtak, hogy hát igen, szenteljük meg ezt a síremléket, imádkozzunk az ő drága anyukájukért. És én akármerre nézek, azt látom, hogy a gyerekek nagyon-nagyon ragaszkodnak a vérszerinti rokonaikhoz. És jól van ez így. Mondtam egyszer úgy viccesen, hogy hát, hogyha Isten sok mindent teremtett, én sokáig azt gondoltam, hogy az édesanyai szív a leggyönyörűbb alkotás az Istennek. De azt kell mondanom, hogy a gyermek édesanyjához, édesapjához ragaszkodó szívénél szebbet Isten ezen a földön nem teremtett. Tehát lehet ez példakép mindannyiunk számára. Az a gyermek, amelyik talán egy árvaházban van, és mégis imádkozik minden este az ő édesanyjáért. A másik dolog, amit a gyerekektől meg kellene tanuljunk, hát a kíváncsiság, az, hogy tanulni akarnak, hogy kiúznak minden fiókot, mindenbe beleütik az orrukat, hogy... Főleg régebb éreztem ezt sokkal jobban, most már mintha a telefon egy kicsit elveszi az idejüket. Nyáron azért könyvtárba jártak, olvastak a gyerekek, és mivel leültünk, mindig volt kérdés, mindig volt valami, amire
választ kerestek, hogy van ez, miért van ez így, miért történik így. Én azt gondolom, hogy ez a kíváncsiság, ez a tanulási vágy, hát az emberiség egyik legszebb vonása. Ezt a tüzet őrizzük és élesszük az életünkbe. Azt mondják, a jó pap holtig tanul. Milyen jó lenne, hogyha tényleg, hát, miért van ez így? És minden kabátot újra lehet kigombolni, újra gombolni. És én sokszor rádöbbentem, hogy nekem egyik másik dolog olyan magától érthető, hogy ez így van, és akkor a gyerek azt kérdezi, és miért van így? És akkor az ember elgondolkozik, lehetne másképp is? Én úgy gondolom, hogy a kíváncsi gyermek tekintete valamilyen módon a világot tovább teremtő Isten jelenlétére utal. Az élet él, és élni akar. És én gondolom, hogy hát a felcseperedő gyerekek szeretnék megoldani az életük kérdéseit. Nem biztos úgy, ahogy mi felnőttek akarjuk, de bízzunk abba, hogy igen, fürkészik. A világot tovább teremteni akaró Isten szándékát, és az szerint tudnak tovább menni. És a harmadik dolog, amit ugye a gyerekek kapcsán szeretnék kihangsúlyozni, hát az a rugalmasság, az, hogy milyen hamar talpra tudtok állni. Tehát sokszor láttam, hogy letörik a bilifüle, elkeseredik egy-egy gyerek, és az ember oda megy hozzájuk, és egy mosoly, és talpra állnak, és mennek tovább. Én tudom azt, hogy egy-egy gyereknek az életében az egy hatalmas törés, hogy mit tudom én, a gyerek otthonba kell lenni, és akkor aztán mi van? Jó kedvel, derűsen megy tovább. Tegnap láttam egy gyereket, és akart valamit. Az édesapjának más dolog, de most azonnal adj! És képes volt oda menni és belerúgni az apukájába. Hát ez is egy gyerek. De milyen jó, hogy a mi gyerekeink nem ilyenek. Szeretnénk mi is valamit, megfogalmazzuk. És ha nem megy, talán egy kicsit elkedvetlenedünk, és megy tovább. Múltkor is néztem két gyerek, olyan jól összeveszett. Aztán mentünk egy kicsit, és mindjárt szent volt a béke, és csiripeltek együtt. Felnőttek, ha összevesznek, hát képesek hosszú ideig duzzogni, zsummogni, veszekedni. Ez a rugalmasság. Hogy igen, talpra essel. Hát, mint a kis cica. Akármilyen magasról esel, a talpra esel, és mész tovább. Szaladsz. Valahogy ezt kellene, én azt gondolom, a gyermekektől megtanulni. Nagyon sok érték van bennetek. Egészen biztos. És ne engedjétek, hogy ezek a gyermeki szép vonások, úgy, ahogy felnőtök, elkopjanak belőlünk. Mert ugye úgy van, hogy a vízből kijössz, és nagyon hamar megszáradsz. A gyerekkort elhagyja az ember, és bizony ezek a szép gyerek vonások eltűnnek az ember arcáról. És ő is ilyen zsémbes felnőtt lesz, aki csak problémát lát, akadályokat lát, aki kecmereg, és nem tud előre haladni. Megmaradunk gyerekeknek? Isten gyermekeinek? Talpra kellett volna ugrani. Igen, papbács, nagyszerű, jó ötlet. Hát na, egyesek azért felálltak. Ha lassan is. Csendesedjünk el, és imádkozzunk az Úrhoz.